felvételeken látható sírhelyen friss virág és meggyújtott mécsesek láthatók. Az elmúlt napokban már rengetegen kilátogattak a Dunaújvárosi temetőbe, hogy felkészüljenek a közelgő halottak napjára. Folyamatosan történik a takarítás, a falevelek összeszedése, valamint a sírhely gondozás. Az emberek ilyenkor méltó körülmények között igyekeznek megemlékezni a szeretteikről. Ebben az időszakban az üzemeltető feladata az, hogy minél kegyeletteljesebbé tegye a sírkertet. Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet BT ügyvezetője szerint sikerült felkészülniük az ünnepekre. A tumultus az többnyire a 30-a, 31-e elseje. Ezeken a napokon hosszú nyitvatartással van maga a temető, az azt jelenti, hogy este 10 óráig nyitva van, 10 órakor fogjuk csak a kapukat bezárni, illetve a gondnokságunk, ahol sírhelyekről lehet érdeklődni, tehát sírhelyek hollétéről, illetve a sírhely megváltásukat lehet eszközölni, az pedig minden nap 6 óráig van nyitva. Tehát az egész héten, hétköznap is, most már 24-től egészen másodikáig. Az előző évekhez hasonlóan a hatékony közlekedés érdekében forgalomkorlátozásra kell számítani azokon a napokon, amikor a legtöbb látogató érkezik a temetőbe. Valamint október 27-e és november 5-e között fokozott lesz a rendőri ellenőrzések száma. Alapvetően a Dunaújvárosi temető tekintetében a szokásos forgalmi rend lesz kialakítva, ugye a Frangepán utca lesz a temető felé egyirányú, és a temető utca pedig a temetőtől a Magyar út irányába válik egyirányúvá, illetve az a különleges parkolási rend, amit minden évben a polgárőrök, mint ahogy ebben az évben is, illetve a városőrök segítenek kialakítani a temető mellett, az fog életbe lépni. Alapvetően azt gondolom erről a halottak napi fokozott ellenőrzésről, hogy ugyanúgy, ahogy a látni és látszani programnak sem a fokozott ellenőrzés része kapja a fő hangsúlyt, hanem az, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a temető környékén kialakult nagyobb forgalomra. Egyrészt a gyalogos forgalom, másrészt a gépjármű forgalom is növekszik. Ebben az esetben pedig, hogyha ők találkoznak, nagyon kell egymásra figyeljenek. Fontos információ még, hogy november 1-én ingyenes kisvonat jár majd a temetőbe. A gumikerekes kisvonat körbejár majd a Dunaújvárosi temetőben reggel 10 órától este 6-ig, hogy ezzel is megkönnyítse az idős, nehezen mozgó látogatók dolgát.